Véget ért hát földi létem. Persze innen már könnyen beszélek, jobban mondva röfögök. Itt Disznóországban mondhatom, nem kolbászból van a kerítés, ha értik, mire gondolok. A nevem Konrád, Karádról származom. Testem a BBSC öreg fiúk focistáinak martalékává lett, de ez igazán felemelő érzés, higgyék el. Annak rendje módja szerint, miután aranyat érő véremet teljesen kifolyatták, felpakoltak egy teherautóra, és elindultak velem Lellére egy kis hegyi borospincéhez. Rég szórakoztam ilyen jól, a hideg ellenére érdekes volt a táj. Végre nem csak az ólam négy falát bámultam, végre történt valami. És persze az sem fordult még velem elő, hogy ittak az egészségemre, vagy a halálomra, vagy mi. De ez mindegy is. A lényeg, hogy végre én voltam a főszereplő. Vérrel együtt érdekű. Megvan az két. Persze, szerintem is megvan két mások. Hogy legyen? Még az 5 kiló vért rászámolod. Igen, elvégre súlyos egyéniség vagyok. Nehogy megfogjátok ám. Már megharap. Én ugyan már senkit, de azért csak óvatosan. Látják, ugye milyen szép példány vagyok? Nem értem, miért nem indultam még életemben valami szépségversenyen. Se baj, majd itt Disznóországban. Na de folytatom a történetet. A nagy hideg után végre egy kis meleg. Leperzselték rólam azt az amúgy sem dús szőrzetemet. És megint kocintottak rám. Nos, ebből a profilból egész vaddisznósra vettem a figurát, nem? Majd jól le is csutakoltak, na nem, mintha koszos lettem volna. Ez felért egy masszással. Miután már olyan tiszta voltam, mint a patyolat, nagy gondot okoztam a BBSC-s öreg fiúknak. Valahogy szét kellett, hogy szedjenek, de túl nagy gyakorlatuk nem volt a dologban. Én pedig mégsem röffenthettem oda, hogy hogyan csinálják. Így csak tűrtem türelemmel és bíztam, hogy maguktól is rájönnek a dolog nyitjára. Jó van, nézd oda, üt, akkor meneküljetek. Na, ezek után még nagyobb fejtörést okoztam, mert hogy elvárták volna tőlem, hogy még magamtól másszak föl a rendfára. Ezt azonban nem vállaltam, így nehezen bár, de megoldották ezt a problémát is. Hehe, még hogy hosszú vagyok. Azért ez a hintázás is igen jó mókának bizonyult. Aztán nekem estek, úgy láttam, kezdtek belejönni. Az volt a benyomásom, ha nem is csináltak még ilyet, legalább egyszer már láthatták a technikát, ha máshol nem, hát a tévében. Hát cigizette szerintem, nagyon milyen foltos a tüdeje. Még hogy én kérem, világ életemben egészséges életmódot éltem. Már amennyire disznó mi voltomban tehettem. Na de a cigi, ez felháborító. Kitaláltuk ketten, hárman a Tibiékkel, és most második évben csináljuk. És szerintem, hogy elnézzük, nagyon is nagy sikere van. De miért szükséges ez? Csak buliból, az összetartás. Hát itt olyan csapat, hogy az ilyen nap együtt vagyunk. De ki lesz a disznó? Ezt közösen esszük meg. Tehát van egy öregfők bajnokság, és tehát egész évben ebből táplálkozunk. Hát igen, tavaly az unokatesómat érte ez a megtiszteltetés. Azt azért észrevettem, hogy nagyon összetartó csapat az öreg fiúké. Ezt a riporternek is elmondták. Ja, mert azt el is felejtettem megemlíteni, hogy utolsó földi napom annyira nagy eseménynek számított, hogy még a tévé is kijött, hogy felvételeket készítsenek. Mondtam, hogy egyéniség vagyok. Nagyon összetartó csapat. Részt vettünk a halászléfőzőn, és úgy látszik, hogy most már, hogy kiöregszünk, lehet, hogy már csak ilyen versenyeken indulunk, hogy halászléfőző, disznóvágó verseny, meg ilyen egyéb. De hát erről még annyit, hogy nem tudok más mondani, csak az, hogy mindenki itt együtt csinálja. A lelkesedésre készítünk, két hete szervezünk, szereztünk egy szerencsétlen disznót, aminek ez lett a sorsa, de hát ez van.
Még hogy én szerencsétlen, ugyan már, most legalább híres leszek. Azért a disznóvágó versenyen nem kellene elindulniuk, ezen a téren annyira nem tehetségesek. Nos, miután minden porcikám a megfelelő asztalra és a hozzáértők, vagy inkább hozzá nem értők, kése alá került, megfüstöljük és megesszük. Mintha az olyan egyszerű lenne. Főleg, hogy voltak, akik nem is velem törődtek, egyszerűen csak napoztak. Egyesek a kést fenték, mások meg a fogukat. Rám. De ez csak természetes. Még a kemencét is befűtötték. A legjobb az volt, hogy végre láthattam a saját farkincámat, mert eddig akárhogy is próbálkoztam ezzel a bonyolult művelettel, sehogy sem sikerült. Megállapítottam, hogy mint minden rajtam, ez is csodálatos. Dől össze a ház. Ettől a rántástól. Aztán, ahogy ez már ilyen napokon lenni szokott, sóztak, borsoztak, és fantasztikusan finom ételek készültek belőlem. Boglár idegfiúk módra. Erős máj. Titkos recept. Ha megkóstoljuk és ízlik, akkor elmondom. Külön szabadalom. Hát persze, a titok egyszerűen én vagyok. A súlyomról persze nem szeretek hallani, de ha már a tévé is ott volt... Hány kilós volt ez a víz? Szerinted kicsit? Szerintem 193 kiló, 35 dekar. Én kérem, olyan 150 kilónak gondoltam magam, maximum. Na jó, esetleg 160. Aztán jött a móka és a kacagás késő estig, én pedig innen fentről hahotáztam. It's time to go.